Üdvözlök mindenkit a következő GPT Gameplay legkomolyabb videóba, és BeamNG-zünk a Fridallyal, és elvileg, igen, hogy ja, értsétek is a címet, ami ugye a leg... Mi volt a cím? Várjál. Lerúgott szarok a BeamNG-ben. Ennek a koncepciója, hogy ilyen elhagyatott, lerúgott, széthasznált autókat fogunk megnézni, és az első helyen már beraktam szerintem az egyik legkomolyabb ilyen verziót. Alapvetően az autó is, közben induljunk el, olyasmi, hogy egy ilyen válságautó, vág ez. De ebből még ez az old verzió, bolond 1-3-mal. Így! Júj, de komoly törése van. Azért elrugom neki, nem azért mondom, gyere egy autópálya, durrancsad be. Ugye hidegen. Elég komoly a szekér, 1-3 vagy 50 ló. Százat kiviszi, és figyelj, mit csinál a kézion benne. Azt a most. Ugye, repüljünk el valami kis város. Rossz gomb. Várjál, tudod, hogy kell. Az a vicces, várjál. Egyesben nem képes elkapartatni a kerekeket. Azt a kurva deracse. Kettő. Kettőt van. Ha várjál, hagyd nézzem meg. Azért azért mind a milyen gázat. Ez a teljesítmény, ez a lóerőszint. És nézd be a ideje, nézd be a kifogót, nézd meg. Látom, hogy remény. Hogy csapkodja le a földet, mint valami ízét halad. A kedvencem az, hogy az is meg van csinálva benne, hogy ha rálépsz a fékre, akkor nyikorog. Ez most lehet nem halasszódik, mert eléggé le van halkítva a játék. De nyikorog a fék, és ez nagyon menő az egész koncepció. Amúgy ebbe a koncepcióban, hogy lerúgott szarok, nem találtam nagyon-nagyon komoly autókat, de azért lesznek itt még ebbe a listába egész érdekességek. Szeretnétek még ilyenféle azért ilyen komoly sorozatokat még így a jövőben, már most durrancsátok a lájkot, már itt ilyen összeszervezésekben minden azért kell. Na, menjünk is a következő autóra, én azt mondom. Ez egy jó mód. A következő autó az egy Ford Focus, de egy ilyen újabb verzió. Ez ahogy mész? Ez nem tudsz menni, ebben nincs. Hogy ne tudnám menni? Vegye a motor, tegyél bele. Jaj, de manuális. Na figyelj, a driftgépet, tegyed arrébb a driftgépet. Figyelj, nekem komoly 1-6, 1-6 meg vagy 100 ló. A drift olyan, masina, ehun vagyok. Júj, te! Azt a kurva, ezzel nem tudsz menni 3 méter. Nem, már ki se jó. De tudsz felemelni, csak kettőri vezet. Hát de azt én nem tudok. Offroad kerék nélkül. Nekem itt föl se jön, ki kell húznom. Jó, mehetünk. Adok egy kis hangot a gémre. Jó, ezt engedjük is el, ebben nekem. De figyelj, de most nem mondod azt, hogy ez egy nem jó autó. Ez egy nem jó autó. Őszintén írjátok meg kommentben, ez egy jó autó, Fridainak nem tetszik. Figyelj, jó, akkor mondom a kövi autónkat. Na, ennek nagyon komoly hangja van. Itt a Suicide-ot fogom lerakni. Olyan egész csillapító van rajta, hogy rengetesen rugózik az egész autó. Azt a kurva. Természetesen az összes modnak a linkje itt is van a leírásban. Gyere ide. Hát figyelj, turbócska. Azt a kurva. De ez a... Figyelj, ez egy patik autó, csak nincs rajta lökhárító amúgy. Meg felfüggesztés. De miért pattog? Nincs benne felfüggesztés szerintem. A few moments later. Júj. Forog körbe és folyamatosan pattog. Azért most nem, enyémnek azért jó hangja van, enyémnek ilyen öblös, ilyen V8 hangja van. Hát Barázs, itt elkezd tölteni, azt ennyi. Ez erről az autóról így megnézed, tudod mi jut eszembe? Egy Ámon Oliver csatorna 2018-ban, vagy meg azelőtt, meg utána is. Úgy hangról is, meg minden. W12, az... Mi ez? Úgy ráírva. Rend, te figyelj, töréstesztet nyomassuk! Ezt találok, az meg össze-vissza. Jó, figyelj, ez a mod amúgy már volt bent előző videóban, és azóta is egész patika. Gyere ide a lenti városba. Leszel bele coilovert, akkor jó lesz. Gyere ide a lenti városba, ide le. Azt hiszem ugyanaz a motor van a tiédbe is, nem? Csak az abban van egy feltöltő. Figyelj, de azért jó, mert ez azért részletes mod is alapvetően, azért megnézed belülről is. Lámpát, és nem beszólok neki. Mondjuk nem megy a kilom. Óra. Nekem megy, nekem minden. Index is be van fagyva. Szerintem az a te modelednek a problémája van, nekem minden megy amúgy. Figyelj, nekem már az érződik, hogy nem nagyon van benne se fölfüggesztés, se első lámpát, ilyen kicsit ki van pucolva. És ilyen romános, meg az a... És neked mi az orosz tuning a tiédbe? Nem tudom. Na, ez már jobb itt a Skoda. Ennek váltad rúgni kettő, ennek el három. Tudod rúgni kettőbe, a 1000-ig kiforgatott hidegen, följössz a mólóra, komolyba, és ha bevennél
kanyart, akkor még jó is lenne. És dirdőd bumbum. Figyelj, de Dacia azért ezek a legkomolyabb autók. Ez összkerekes, ügyétok ez egy biztos? Hát biztos, hogy nem összkerekes. De ez fix, ezt hát a Russiának beletették. Russiának beletették az összkereiket. Erre rúgd el neki, rúgd el, csavard el, szúrd el neki. Az a baj, nem tapad meg. Nem tapad meg, mert annyi lóerő van, hogy a bolond 135-ös peres gumi nem fogja meg. Ez ugye nekem hátul nem nagyon van felfüggesztés. Nem nagyon van hátul nekem felfüggesztésem. De amúgy ez így megy tovább. Dacia, ez kell ide. Probléma nélkül, ezt még Romániában háromszor leműszakiztatod. Most már mégse. Hol vagy azért? Figyelj, gyere gyorsulás. Jól is törik, ez egy elég gagyi mód, de nem törik rosszul szerintem. Launch control. Az a gond, hogy nekem nincs launch control, mert én nyomom a féket, és közben a gáz, és olyan szar a fék, hogy elgurul. Én 4000-en próbálom tartani. Ez elgurul, mert szar a fék. Ja, most azt hittem már indulsz. Én nem csak mondom, hogy milyen szar a fék. Na várjál, figyelj, akkor 3, 2, racse! És elszúrtad, egyenes szűk. Jó, kettes. És hagyott a Russiánia. És nem lehet megfogni, mert nincs benne villog. Jó, befűzöd, elcsavarod oldalra, nyomogatod. Hát de megállít az est. Nyomogatod, pattog, szar. Hátul nincsen felfüggesztés, ilyen utakat nem nagyon szereti, de nagyon komoly az autónak a teljesítménye. Oké, szűken beveszed. Itt volt és bokor bevitte a pilóta. Hát üljál hozzám, szerintem. Miért, mit csináltál? Ja, te eddig mentél. Figyelj, én még megyek, én ezt még így elrugom. És itt a kolléga szarkon, szűken, és megindult ő is. Hozom a pizzát. Ott figyelj, belülről hogy néz ki? Hűje. Nem is rossz. Tiszta román. De mióta van ezekben középen ilyen komoly kijelző? Ezekben nem ilyen kis papolos szar szokott lenni, meg semmi? Lefagy a gecibe, gondolod. Oké, de ezekben még ez se szokott nagyon lenni. Ilyen, elrugom itt előre. Ilyen, lenne hátul felfüggesztés, értem, és akkor ez egy nagyon legkomolyabb autó, mert meg fék. Azt is kihagyták. Oké, menjünk az utolsó modunkra a mai videóba. Csak ezekben ugye kell motrot tenni, meg ilyenek, mert alapvetően ebben nincsen sok minden. Ez még felülről is komoly, ezzel nem is mentelik, pedig valami jó. Igen, de én ezzel mentem már, különben ez egy nem egy rossz mod, sőt, ez egy egészen jó mod. Ezt csak azért raktam utolsó helyre, mert ez alapvetően nem egy lerugott és elhagyatott szar, hanem csak szimplán egy kaszni, és ebben igazából tettünk egy motrot, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon ebben a témakörben nincsenek megfelelő autók. Ez kibaszott komoly atlét, ez azért. Elrugom neki egyesbe, hát ugye 5000-nél, ugye? 5000-nél durran a vétek, figyelj. Jaj, de racse! Ez a tiéd, ez rendes jó hülye. Ennyi, 1-8 tiéd milyen? 4500-nél morcos, ne berkizgessé. Gyere egy racsét, vagy keressünk egy egyenest, mert arra vagyok kíváncsi, hogy oké, ennyi, 1-8 minden meg izé, de hogy sokkal könnyebb vagyok meg minden, ott te hagyom a Fridajt. Ez olyan, most magamat sem hallom jelenleg. Hát én lehalkítottam, figyelj, gyere ide fölfele. Lökhárító sokáig támogatta az olasz utakat, de mindegy. 3, 2, 1. Racsa. Ugyanakkor indultunk. Miért váltottam el? Elfelejtettem, hogy ez vétek. Azt hittem, hogy megyünk egyenesen, mondom. Kanyarodunk balra, vagy valami? Egyenesen? Hát nem ment sehol, mert de nézd. Figyelj, ahogy elrugom neki, úgy mozog benne a motor, és ugye a motortartóba úgy enged, látod? Tehát ez az összes autóban, hogy szinte csinálom. Ja, azt hittem, hogy ez egy nagyon különlegesség. Figyelj. Mondom, ez jó, kettesben elég szart megy, de ha betölt a vétek, 7000-es fordulat körül azért van benne kaland. Vannak itt dolgok. TH3 variéből Turbo Charger mehet is bele. Figyelj, és akkor... Egy 8 bárt azért megigényel. 0,9, azért nincs beállítva. Azt, mit tud ez vétek plusz turbo, atya Jézus Mária! De az a baj, dragot teszel vele, akkor szét fogjuk blokkban. Nekem ez gyári vétekes blokk. Az a gond, hogy amint elkezd izélni, annyira könnyű akaszni meg minden, hogy azonnal forgatja az első kerekeket, és nyilván elveszti a tapadást is. Ez történik. Szia, Fridaj! Nos, ennyi lett volna ez a mai modválogatásom. Próbáltam kicsit újra elindulni az autós világ fele. Itt volt velem a Fridaj, köszönöm, hogyha ideig véletlenül megnézte valaki a videót, bolond bridge ülésben nem van. A kövében találkozunk, kövi BMG-be, kövi nem tudom mibe. Szia Frida, mi a helyzet? Viszont. Köszönjünk el, hello, viszha. Viszlát.